Magyarországon. Még fél évvel ezelőtt sem akart hallani arról, hogy hazajöjjön. Ha a New York-i otthonában szóra akarta bírni, kíváncsi újságíró vagy érdeklődő tévéstáb, udvarias, de határozott nem volt a válasz. Bújt a látogatók elől, bizalmatlanná vált. Mert nem tudta feledni, hogy bántották, sokan és sokszor. No meg félt is talán. Félt, hogy a legenda foszlik szét akkor, ha kiderül, már ráncos a kéz, barázdás az arc. Pedig Karádi Katalin több volt, mint életérzés vagy bálvány. Olyan ember volt, aki életeket mentett, ha kellett. Hogy aztán később a nép ellenségeként menekülni kényszerüljön egészen Amerikáig. Túl a titkok óceánján megfogadta, soha többé nem tér vissza, és nem énekel, nem lép színre. Csak 3 hónappal ezelőtt érezhette meg, sürget az idő, haza kell jönni. Végig kell sétálni még egyszer a Dunaparton és Óbudán, akkor, amikor beköszönt a tavasz. Már csak a végakarat teljesítésére jutott idő. Karádi Katalin magyar földben pihen. Gobbi Hilda, Kálmán György és Márkus László sírjához. Aki csendesémával szeretne emlékezni a régóta várt legendás művésznőre, a Bazilikában búcsúzhat tőle délelőtt 11 órától. Azt mondják, már nagyon szerette volna látni Budapestet. Márciusra tervezte az utat. Ma, február 18-án meg is érkezett. Karádi Katalin hazatért. Domén, kérem!